Még szigorúbb fellépést sürget a Belünk a Város frakció az illegális szemetelőkkel szemben. Hiába lehet évente kétszer is ingyenes lomtalanítást kérni, mégsem csökken az illegális szeméthalmok száma a városban, mondta Barta György önkormányzati képviselő. Az illegális hulladék elszállítása évente 100 millió forintjába kerül a városnak. Széttört konyhai eszközök és építési törmelék hever a Vasgyár környéki utcában. Májusban készültek a felvételek, egy héttel azután, hogy a Városgazda munkatársai elszállították az itt felhalmozódott szemetet. Szélmalomharcot vívnak a szemetelőkkel, ahogy elviszik a hulladékot, rövid időn belül újra termelődik. A közelmúltban 4 embert is megbírságoltak. A szemetet már közben a Városgazda munkatársai elszállították, tehát nem tudtuk kötelezni arra, hogy megszüntessék a szabálysértést, azaz, hogy ők szedjék össze a szemetet. Egyébként eljárás, hogy amikor beazonosítunk valakit, és a szemetek összterületen található, akkor kötelezzük a szabálysértésnek a megszüntetésére, tehát a szemét összeszedésére. Hiába a szigorú ellenőrzések, a rendészet vezetője szerint a városban körülbelül 20 olyan helyszín van, ahol rendszeresen kialakulnak illegális szeméthalmok. A szemét helye a konténerekben és a hulladékudvarokban van. Erre hívta fel a figyelmet Barta György. Sajnos az utóbbi időben elharapózott, különösen a lakótelepeken, hogy a lomokat, az illegális hulladékot vagy a szelektív szigetek mellé, most szerencsére nincsen, vagy pedig a szemetes ketrecek mellé leteszik a bérházban lakók, és úgy gondolják, hogy ezzel ők elvégezték a saját feladatukat. Az önkormányzati képviselő hozzátette, hogy Miskolcon évente 2 alkalommal a lakosságnak, a társasházaknak és a lakásszövetkezeteknek is lehetősége van térítésmentes lomtalanítást kérni a képernyőn olvasható e-mail címen. Az illegális hulladék elszállítása évente 100 millió forintjába kerül a városnak.